Külföldről nézve Erdély kapcsán a legtöbb embernek az évszázados hagyományok, a kürtös kalács, töltött káposzta és jó erős pálinka, a csíksomlyói búcsú és a medve jut eszébe. Ebbe a millióbe csupa mosoly, egyszerű, végtelenül kedves embereket helyeznek el. Mindenre mi nyilván nagyon büszkék vagyunk, szeretjük jellegzetes tájainkat, szokásainkat, gasztronómiánkat, de tudjuk, tudnunk kell azt is, hogy nem csupán a néptánc és a székely furfang határoz meg bennünket. Sok-sok értékes tulajdonságunk mellett bizony van nekünk is olyan, amire nem lehetünk túl büszkék, csak jó alaposan szembe kell néznünk önmagunkkal. Ezt tesszük mai első beszélgetésünkkel. Botházi Mária író, újságíróval tartunk tükröt magunk elé. Szeretettel köszöntöm. Szeretettel köszöntöm én is a kedves nézőket. Gyakran találkozunk tehát sztereotípiákkal, ami egyes népeket illet, viszont valóban léteznek olyan megnyilvánulások, amelyek megkülönböztetik a különböző népcsoportokat, így például ugye az erdélyi népeket is más környező országok népeitől. Ön ezt miképpen látja, hogy mi alakítja főként szokásainkat? Hát vannak tényleg mindenféle kötöttségeink, sokat közülük magunk állítunk magunknak, de ez azt hiszem valószínűleg, hogy minden társadalomban így van, tehát minden társadalom a maga belterjes világában érzékeli ezeket, látja ezeket, tud róluk, amit esetleg kívülről nem annyira lehet észrevenni. Gondolom, hogy a mi szokásainknak az alakulását, akár csak más népeknél, elsősorban a hétköznapi életvitelnek a keretei alakítják, és hát persze a hagyományok. Csak közben ezek a keretek ma már eléggé nehezen határozhatók meg, tehát hogy nem minden ugyanúgy működik évtizedeken keresztül, mint ahogyan ez előtt volt, hanem azért folyamatos a bizonytalanság, folyamatos a változás, nem lehet semmit előre látni, nem tudhatjuk ma, hogy holnap pontosan mi fog történni. Éppen ezért ezeket a kereteket eléggé nehéz értelemmel megtölteni ma már, és ragaszkodni ezekhez. Tehát mennyire tudunk, vagy mennyire akarunk ön ezt, hogy látja, megszabadulni ezektől a beidegződésektől, mi erdélyi emberek? Hát én nem tudom, hogy ez mennyire tudatos nálunk, vagy mennyire akaratlagos. Egész egyszerűen szerintem a kor meg a társadalmi környezet kényszerít minket arra, hogy azért, tehát hogyha valaki mindenféle szokásnak és hagyománynak és mindent úgy csinálna, ahogy kell, ahogy ezt elvárják tőle, akkor egyebet sem csinálna, csak nem tudom, reggeltől estig megfelelni, és hát nyilván erre nincs energia, nincs idő, nem lehetséges, meg hát azt sem tudjuk, hogy mi ez a rend ma egészen pontosan, hogy ez miképpen meghatározható. Így, hogy ezt így nagyon érzékeljük, és szerintem ez mozdít ki ebből a dologból. Nézzünk is néhány konkrét példát, például hogy állunk a különböző nemek szerinti sztereotípiákkal a nő és a férfi egyenlőség kapcsán? Jaj, hát ezt nem tudom, ez olyan nehéz kérdés. Sztereotípiáink nyilván vannak, de hát ez azért mindenkinek van, hogy milyen a nő és milyen a férfi, és hát nyilván ezek közül sok, hát ami sztereotípia, ez eleve egy ilyen meghatározott, és olykor ez is ugye nem feltétlenül az élettel kapcsolatos dolog. Hogy milyen az erdélyi magyar férfi, és milyen az erdélyi magyar nő, ezt így gyakran szokták kérdezni tőlem, és akkor ilyen mindenféle vicces válaszok jutnak csak eszembe, amik szintén sztereotipizálnak. Hát, hogy az erdélyi magyar nő és az erdélyi magyar férfi is ugyanolyan, mint a többi nő és a többi férfi, csak hogy ő éppen erdélyi, tehát lehet, hogy mondjuk egy kisebb lakásban lakik, ha nő, akkor többet házi munkázik, jobban meg akar felelni az anyósának, ha férfi, akkor nem tudom, nehezebben tud akár pénzt szerezni, mint mondjuk a nyugati férfiak, holott tőle is, ugye ez egy elvárt dolog, de hogy ők is ugyanúgy elfelejtik, mint egy másik ember, hogy éppen hová parkoltak, ugyanúgy legóra fognak lépni este, mikor osonnak ki a gyerekszobából, ugyanúgy, tehát ugyanúgy élnek, ugyanazok azok a tehát
ugyanúgy írhatók le ők is, mint bármilyen más férfi és nő, azt De hiszem. például ugye akkor már is kapcsolódik a gyereknevelés kérdése, hogy azért itt is vannak eléggé meghatározott sztereotípiák, vagy olyan elvek, olyan mára már elavult szokások, amelyek még mindig élnek a társadalmunkban. Itt például miről beszélhetünk, mennyire tudtunk ezektől elrugaszkodni mind a mai napig, mert azért hallok én ilyen-olyan példákat még most is, aminek kapcsán felmerült ez a kérdés, hogy bizony azért megvan, hogy kinek mi a szerepe a gyereknevelésnél, mi a szerepe az apának, mi a szerepe az anyának, talán itt Erdélyben még erősebben, és még akár a fiatalok kapcsán is ezzel találkozhatunk. Hát ez egészen biztosan így van, és hogyha nőket kérdezünk meg, ő eléggé érzékelik ezeket a dolgokat, és hát nyilván a férfiak is hasonló, tehát hogy mindegy, ezt így nem tudom befejezni jól ezt a mondatot. De vannak, élnek azok a gyerekneveléshez kapcsolódó, hát ilyen elsősorban talán az idősebb nők által mozgatott mindenféle keretek, amihez minden, tehát ugye egy jó anya az így és így neveli a gyereket, egy jó apa ezt és ezt csinálja a régi szokások szerint, de hát ez a gyereknevelésben mindig úgy volt, hogy az egyik generáció ugye folyamatosan küszködött a másik generáció befolyásával és befolyásolásával. Ezért, tehát hogy Az, hogy mi az anya dolga és mi az apa dolga, ez azért egyre inkább úgy látom legalábbis a környezetemben élő fiatal pároknál, mert hogy én ebből már azért jócskán kezdek kinőni, hogy azért ezek a keretek eléggé lazulnak most már. Tehát, hogy amikor én voltam mondjuk kismama, nem láttam mondjuk férfiakat annyira a játszótéren, mint amennyire ma látok a játszótéren, vagy tehát, hogy azért van egyfajta elmozdulás, és vannak egymáshoz közelítések, tehát hogy eléggé pozitívnak látom kívülről, de most már nem látok benne, tehát nem vagyok benne annyira, hogy ez belülről is meghatározhatónak tudjam nevezni. Sok minden azért azon is múlik, hogy kis társadalom vagyunk, és pontosan ennek kapcsán felmerül az a kérdés, hogy vajon vannak-e példaképeink így magunk között? Például mennyire tudunk örülni mások sikerének, egymás sikerének? Hát örülni biztosan, hogy nagyon, hogy tudunk azért, meg példaképeink is vannak, de azért ez a siker dolog, ez talán egy kicsit azért másként működik, mint sok más helyen a világban. Ennek talán az a legnagyobb oka, hogy kevesen vagyunk, tehát az erdélyi magyar és kisebbségiek vagyunk, tehát hogy az erdélyi magyar siker, ez nem kifejezetten egy ilyen széles néptömegeket megmozgató siker, hiszen jóval kevesebb ember az, aki látja mi sikereinket, tehát ez is kisebbségi siker, hogyha nevezhetjük így. Tehát nem emel fel, vagy nem emel ki különösképpen, hanem inkább csak úgy van, csak úgy tudunk róla, hogy valaki sikeres, örülünk talán neki, elfogadjuk, de ehhez úgy hozzászokunk, tehát nem lényeges valami. Talán egy kicsit gyanús is azért, nem, hogyha valaki sikeres, még olykor ezt így gyanakodva is fogadjuk, hogy vajon mitől lett ő sikeres. És hát és itt azért lehet sztereotipizálni férfi-női, tehát nemek mentén, mert hogy például a női siker az nem annyira a karrier vagy pénzközpontú, tehát nem úgy tekintenek rá, tehát nem az a női siker, a férfi siker viszont ez, tehát a női siker az még mindig inkább a hagyományos női szerepekkel összefüggő dolgokhoz kapcsolható is inkább, illetve az azzal összefüggő viselkedésekkel. Tehát hogyha egy nő sikeres lesz, akkor az egy picit ilyen véletlenszerűnek tűnik, hogy hoppá, hát az, amit csinálok, az, amit szeretek csinálni, az még sikeres is lett, milyen jó, de kevés ilyen karrierjében vagy pénzszerzésben feltörekvő nőt lehet látni, ilyen hagyományos sikerfogalmakkal körülírni talán.
Sajnos lejárt az időnk, pedig még rengeteg vonatkozását, vagy legalább hármat biztos meg tudnánk ennek az erdélyi tükörképnek vizsgálni, de mindenképp köszönöm, hogy egy picit beszélhettünk róla. Szerintem sokan magunkra ismerhettünk, és remélem, hogy azt is szoktuk a hétköznapjainkban elemezni, hogy miben lehetne ezen javítani. Remélhetőleg a társaságban is vannak olyanok, akik néha tükröt tartanak nekünk. Köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm én is.